Sok kertbarát kérdezi, hogyha hasonló adottságú kertje van, mint amilyenben én itt éppen most vagyok, vagyis valahol van egy kertje, akár egy dombtetőn, akár ez egy tanyás elhelyezkedésű kert, mint például, hogyha itt most kinéznek, akkor gyakorlatilag hektár számra állnak itt előttünk a szántóföldek, és nyilvánvalóan, hogy akkor, amikor itt van egy kis légmozgás, akkor itt elképesztő sebességgel zúdul keresztül a szél ezen a kerten, és hát természetesen szárítja a talajt, és hát egyáltalán egy ilyen diszkomfort érzetet teremt, hogy melyik azok a növények, amelyekkel nagyon jó eséllyel tudunk egy gyorsan száradó, adott esetben vízhiánnyal küszködő kertben a szelet megfogni. Tehát, hogy most így velem jönnek, akkor próbáljunk meg innen távolról ránézni. Tehát azt látjuk, hogy itt ugye van egy kerítés, itt egy tanya határában, ugye mögötte gyakorlatilag ugye csak a végtelen szántóföld, és hát látjuk itt ezeket a nagyon szép növényeket, ezüstös fehér színű növényeket. Ez ugyebár az Elagnus angustifolia, a keskenylevelű ezüst van. Ugye nekem az egyik ilyen kedvenc magyarországi növényem, hát ugye nagyon sokszor ilyen erdővédő vagy mezővédő sávokba szokták beültetni, és akkor ugye ilyen óriási nagy bokor lesz belőle. Lehet városokban adott esetben sövényként is telepíteni, hogyha bírjuk metszólóval. És hát itt most egy olyan változatát szeretném önöknek megmutatni, ahol lényegében ilyen kis törzses fácskákat neveltek belőle. És hát látszik egyébként azt, hogy ugye sokan azt mondják, hogy olajfa, hát valójában ez nem olajfa, ugye, hanem ez a keskenylevelű ezüst fa. És hát látszik azért azt, hogy egy mennyire igénytelen növény, mennyire egy ilyen picike kis kedves fává lehet nevelni, és pontosan azt a hatást lehet vele elérni, amit itt szerettek volna. Igen, hogyha itt bejövünk itt alá, itt azt lehet látni, hogy hát ez egy nagyon-nagyon kedves, kellemes elnézésű fácska. Ugye nem az a klasszikus, egyenes törzsű valami, hanem ez igazából egy ilyen gigantikus nagy bokor. De hát látszik az, hogy tényleg gyakorlatilag öntözés nélkül is nagyon nagyra megnő. Ugye hát ezek a tövisei azért természetesen tiszteletet parancsolnak, úgyhogy csak óvatosan a metszésével, nyírásával. De hát ahogy ide jövünk hozzá, ugye mindenképpen azt mondhatjuk, hogy azért megjelenésében, habitusában, lombozatának színében, ugye azért ez egy különlegességnek számít, és hát látjuk azt, hogy hát most így ide állok mellé, és megnézik, hogy azt látjuk, hogy azért ez valahol ugye egy ilyen 4-6 méteres magasságig felnőtt, felnevelt szélfogó, cserjesor vagy kisfasor lett belőle lényegében kialakítva. Hát az Elagnus angustifolia, a keskenylevelű ezüstfa, az tipikusan az a növény, ahol elmosodik a határ a cserje és a fa között. Itt például, ha ide jönnek, akkor ez egy tipikus példája, megjelenése az Elagnus angustifóliának. Itt ugyanis azt látjuk, hogy valahol megsérült itt a törzs, vagy visszavágás történt, és alulról gyönyörűen újrahajt. Tehát ezt egyszer eltelepítjük, és akkor jó eséllyel utána még generációkon keresztül azt a tövet az adott kertbarát, az kertbarátok fogják tudni használni. Tehát lényegében az, aki szélfogással egy nagyon kietlen, nagyon nehéz sorsú területen szeretne szélfogó sávot kialakítani, az bátran használja az Elagnus angustifoliát, a keskenylevelű ezüstfát.